most épp pakolják befele a bőrünket, csak itt nem látni. Recepcióhoz, és akkor bővebben el fogok mondani mindent, a szár tartozik az All Inclusive-ba. Mondom, karszalag nem lesz szükség, az egész szálló. Na, drágám. Elfogyott a koktélom. Na, mindjárt iszunk. Várjál erről is. Itt vagyok. Én is. Szépen vagyunk? Igen. Imre.
Keep back my friends. شوف انتم عايزين ايه عايزين دول يعني لا بتتكلم في الكلمات اللي هتاخد دول piac volt a mai nap is az egyik legszebb vagy legérdekesebb nevezetessége a városnak. Keleten folyt az élet, ugye ott kelt fel a nap, az csak az élet oldala lehet, és a nyugati parton nyugvott, tehát az volt a halál és az elmúlás oldala.
Úgyhogy ezért került a Nílus nyugati partjára, majd mesélni fogok még a mumifikálásról és a fáró átkíséréséről, hogy történt a temetés. Viszont másik dolog, ami ugye nagyon sok bizonyítással próbálkoztak a piramisoknál, nagyon sok kísérletet, sőt az arabok, amikor bejöttek az országba, le akarták bontani a zúbirodalom idején több mint 110 piramis épült Egyiptomba, ezek közül a szakkarai és a dasúri maradt meg. Dolgoztattak a piramisoknál, holott fizetett munkások voltak, toborozással gyűjtötték a munkásokat, akik folyamatosan cserélték egymást. Meg van maszva. Szerintem az is stresszenek kell. Én is csinálok rollon. Jó. Videót vagy képet? Videót. Videót. Menjek oda szépen? Menjek. Jó. Integessés nekem. Szia, drága. Napot ne. Egy-két hangyák. Ahogy fogsz. Van ekkora állatok? Fene vada. Azok. Mini skorpió. Lehet. Jó.
Mit találtak itt? Így van, Kefré Fáraónak a szobrát. Hogy mondtam, hogy nem lesz ebéd, hogyha nem. Tehát itt van mellettünk a szintlátátok is velünk szemben, hogy jöttünk befelem. Egyetlen egy darab kőtökből lett kifaragva, mert ott a piramisok aljába egy kőbánya volt. 57 méter hosszú és 20 méter magas. Na most, hát sok legenda kötődik a Sphinxhez is. Azt mondják, hogy Kefrén Fáraó épített, hogy ő volt az, aki a második nagy piramista építette, mert hogy ugye rajta van eleve a Sphinxen ez a királyi palást, ugye a kobra a fejét, tehát az biztos, hogy Fáraóról készült, és hogy állítólag Kefrén Fáraónak a vonásait tükrözi, tovább ugye megtalálták Kefrén Fáraó szobrát itt a völgytemplomba alul, hogy kibölcs ezekbe a kis sukakba, hisz a tényleg sukak vannak. Itt is ugyanolyan Kefrén szobrok voltak, amiket a múzeumban Ezeket felhasználják ilyen tároló eszközöknek, kosarakat készítenek belőle, bútorokat. Nézzétek meg, hogy milyen erős anyag. Viszont ezt a papírusz az egyáltalán nem használják föl. És akkor belül marad egy ilyen fehér réteg, amit szintén csíkokra vágnak. Na, amikor ezt felvágják, akkor még igen csak törik. De hogy lesz ebből hajlékony papírusz? Fognak egy ilyen nyújtódeszkát, és szó szerint kipréselik belőle az összes nedvet. Amikor ez megvan, akkor beledobják a vízbe áztatni, és hogyha körbenéztek, vannak itt a sötét barnától kezdve egészen a világos színű papíruszakig. Ezt áztatással érik el. Attól függ, hogy milyen sötétet szeretnének, egészen a 7 naptól a 21 napig áztatják, amikor már ilyen sötét színű papíruszokat kapunk, párnapos áztatással marad a fehér papírusz. Mikor eléri azt a szint, amit szeretnének, fognak egy ilyen posztót, és elkezdik kitenni a papíruszt. Egyet függőlegesen, egyet vízszintesen. Egyet függőlegesen. Egyébként rögtön első megkülönböztetője a papírusznak, hogyha
felemelitek a papíruszt és fény felé fordítjátok, láthatok el ezt az egyfüggőles, egyvízszintes, egyfüggőleges, egyvízszintes, hogyha összevisszaságon biztos, hogy banán levélből vagy pálma levélből készült. Utána egy másik posztóval elkezdik préselni, és egy ilyen szó szerinti satupad alá helyezik. És így van, összefogják, és minden nap szorítanak rajta egyet. Két héten keresztül préselik, és mindig szorítanak egy kicsit rajta. Semmilyen adalékanyagot nem használnak, se ragasztót, se enyvet. Két hét múlva kiveszik, és kész a kész papírusz. Na, hogy is kell kinézni egy papírusznak, nézzétek meg? Tehát egyfüggőleges, egydíszítés, azon kívül legegyszerűbb megkülönböztetése, fogjátok és behajtjátok a széllét. Megnyújt, ha hordít a bazáros, akkor biztos, hogy nem igaziről van szó, mert utána ez nem szabad, hogy látszódjon a papíruszon. Az igazi papíruszon a törés és a gyűrés nem látszik. Hogy elég egyébként csak a sarkát behajtani, hogyha megrecsen, megreped, akkor biztos, hogy nem igaziról van szó. És beszéltünk erről, hogy miket szoktak ábrázolni a papíruszon. Ugye mondtam a mumifik, vagy a, amikor a... Hát ennek köszönhetően már a Kairóban 86 ezer meccset van, és folyamatosan szaporodik. Bárhol, amerre járunk, Hurgadán is jóformán lépésenként vannak. Mi kell, hogy egy feleséget is elég nehéz elvenni és eltartani, legalábbis anyagiakban. Ugyanis amikor itt házasságra kerül a sor, akkor a fiúnak, a férfinak egy külön lakrészbe kell szállítani a mennyasszonyt, amit ő neki kell fizetni és neki is kell berendeznie. Azon kívül azt mondja a vallásuk, hogy ajándékozd a feleséget alkalomtól függetlenül, legyen ez ugye attól függ, hogy anyagiakban hogy engedheted meg magadnak, de akár a szájvilágtól a legdrágább dolgot. Nagyon szépen balra látni a Mohamed Ali meccsetet. Ez a hegy vagy domb, ami itt vonul végig, ez pedig a Makatám hegy. Ugye mondtam reggel a város alapításnál, hogy nem véletlenül került ide a városnak a első alapköve és a fala, hiszen körbevette ez a Makatán hegy, ami azért stratégiai igencsak jól védte ezt a térséget. Gabori Egyptjük, de... Gyere be! Gyere be Egyptjük! Gyere be Egyptjük!
Majd kijövünk, teli lesz majd. Mennyi oda, azt csinálok róla a képeket. Ez fel tudod a fel a vízbe.